Február elején a József Attila Tanulmányi és Információs Központban rendezte diplomátadó ünnepségét a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkara. Az ünnepi esemény keretében több mint 80 végzős hallgató vehette át személyesen a felsőfokú végzettségét igazoló okiratot a taláros testület és a díszelnökség jelenlétében. Tisztelt rektorhelyettes úr, tisztelt dékán és dékánhelyettes hölgyek és urak, tisztelt kollégák, kedves vendégeink, kedves végzős hallgatók! Intézményünk számára mindig a legörömtelibb pillanat az, mikor friss diplomásainkat először üdvözölhetjük a diplomátadó ünnepségen immáron kollégaként. Az idei esztendő a megszokottnál is különlegesebb, hiszen önök okleveleiket jogelőd intézményünk a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola 90 évvel ezelőtti Szegedre helyezését ünneplő jubileumi ünnepi tanévben vertik át. A januári keresztfél éves záróvizsgai időszakban a Juhász Gyula pedagógus képző karon 138 hallgató tett sikeres záróvizsgát, és ebből 100-an jogosultak oklevelük átvételére. A mai napon 83-an veszik át ünnepélyes keretek között diplomájukat. Tanárok, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok, óvodapedagógusok, tanítók, testneveleedző, rekreációszervező és egészségfejlesztő, társadalmi tanulmányok és énekzene alapszakosok, kulturális mediáció és kisebbségpolitika mesterszakosok, valamint 7 felsőoktatási szakképzésben és 2 szakirányú továbbképzésben végzett szakember. A pedagógus képző kar hazánk legrégebbi és egyik legkiválóbb tanár és pedagógus képző intézménye. Évtizedek hosszú sor alakította ki intézményünk legfontosabb tradícióit, belső értékeit, melyek ma is identitásunk meghatározó tényezői. A gyakorlatközpontú tanárképzés és pedagógus képzés, a hallgatóközpontú szemlélet, a gyors és sikeres válaszadás, a megújulás képessége. Immáron 19 éve a Sankai listán a világ 500 legjobb egyetemek között számon tartott Szegedi Tudományegyetem kötelékében, annak karaként működve, egyszerre igyekszünk megfelelni az ország egyik legjobb tudományegyeteme által támasztott követelményeknek, és megőrizni a jogelőd intézmény hagyományait. Ezzel is tisztelegve a korábbi generáció, az egykori hallgatók és oktatók előtt. Tények, országos rangsorok bizonyítják, hogy a karunk által meghirdetett szakok minősége, valamint hallgatóink kiválósága kiemelkedő adatokat tud felvonultatni. A figyelő legújabb 2018-as országos szakrangsorában az első helyen szerepelt a JGTK tanító szakja, gyógypedagógus képzésünk az ELTE után a második helyen szerepel, és az óvóképző intézmények versenyében is felértünk a dobogó harmadik fokára. Tanárképzésünk pedig a társkarokkal összefogva ugyancsak országos harmadik helyezést ért el.
Köszönet illeti önöket és oktatóikat is ezekért az eredményekért. És talán a legfontosabb adat. Végzett hallgatóink 88%-a a felsőfokú végzettségéhez kötött munkakörben dolgozik, és átlagosan 3 hónap alatt el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. Kérem és biztatom önöket, hogy legyenek büszkék az intézményre, amelynek hallgatói voltak, és munkájukat úgy végezzék, hogy mi is büszkék lehessünk önökre. Lehet, hogy most még ezt nem hiszik el, de ez a küldetés, ez itt mindent megkapta. A legfontosabbról azonban még nem ejtettem szót. Trébersberg Kuno intézményünket és ezzel a pedagógus képzés Szegedre helyező egykori kultuszminiszter mondta egyszer. Én a magyar oktatótól, kezdve a kis óvónőn, föl az egyetemi tanári, megkövetelek egyet. Ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyereket. Kérem, ez a gondolat vezérelje önöket szakmai pályájukon. És most eljött az ideje, hogy egy nagy tapssal köszönetet mondjanak családjuknak, szüleiknek, nagyszüleiknek, barátaiknak, akik folyton nyitott szívükkel és folyton nyitott pénztárcájukkal mindig kitartottak önök mellett, és lehetővé tették, hogy ma itt legyenek. Köszönjük! A diplomák átadása, illetve átvétele után dr. Habil Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese köszöntötte a friss diplomásokat. A mai világban, amikor sok ember sok mindenbe belefog, hogy aztán sose fejezze be, azt gondolom a hallgatók, akik teljesítették tanulmányi kötelezettségeiket, mindenképpen érdemesek arra, hogy elismerjük azt a munkát, amit itt végeztek a Szegedi Tudományegyetemen. Az a rossz hírem az önök számára, hogy ez a kar hasonlóan az itt jelenlévő karokhoz, képviselőikhez bizonyos területeken nehezen fog továbbfejlődni, mert már ma a piacvezető az adott területen. Bizonyos területeken persze még szükség van előrelépésre, de ez is azt mutatja, hogy önök, akik itt végeztek, nyugodtan büszkék lehetnek arra a munkára, azokra a tanárokra, akik itt oktatták önöket. A rektorhelyettes köszöntője után Marik Laura, végzős hallgató lépett a közönség elé, aki 2018 nyarán a New Yorki Collective School of Music ösztöndíjas hallgatója volt. A műsorszámot követően a kar kiváló hallgatója és a felsőoktatási szakképzés kiváló hallgatója elismerő oklevelek átadására, valamint a Disciplini Pro Universitate díj átadására került sor. Ezek után a hallgatók nevében Molnár Evelin búcsúzott az intézménytől, majd a hallgatói önkormányzat nevében Ormándi Katalin elnök beszélt a jelenlévőkhöz, végül pedig repültek a sapkát.